Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Továbbra is háborús hangulat uralkodik az Európai Unióban, a legtöbb tagállam az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás folytatása mellett érvel. Magyarország azonban kitart békepárti álláspontja mellett. Ezt mondta Szijjártó Péter Stockholmban az uniós külügyminiszterek informális tanácsülésének szünetében. Hozzátette, a magyar kormány szerint azonnali tűzszünetre van szükség az orosz-ukrán háborúban, és olyan megállapodásnak kell létrejönnie, amely hosszú távon garantálja a békét és a biztonságot Európában. Sajnos arról kell beszámolnom önöknek, hogy továbbra is háborús a hangulat az Európai Unióban. Egyfajta ilyen izgatott önelégültségbe lovalta bele magát az Európai Unió azáltal, hogy a fegyverszállításokkal itt rendkívül elégedett mindenki. Mindenki úgy látja, hogy az európai fegyverszállítások jó hatással vannak a háborúra, ezért aztán sajnos ebből következik az, hogy sokan még több fegyver szállítása mellett érvelnek. Megnyitották Veszprémben az Acticity tánc és mozgásművészeti központot, amely az Európa Kulturális Fővárosa program legnagyobb beruházása. Az évek óta üresen álló épület mostantól szinte minden mozgásformának otthont ad. A klasszikus balettől a légtáncon és az aerobikon át a jógáig. Orbán Viktor miniszterelnök a megnyitón azt mondta, Veszprém teljesítménye mutatja, hogy ha a brüsszeli bürokraták úrrá tudnak lenni a hungarofóbiájukon, akkor mi együtt, Magyarország és Brüsszel nagyszerű dolgokra lehetnénk képesek. Az európai együttműködés modern formáját, az Európai Uniót két cél, két küldetés hívta életre. Béke és jólét. Ma kötésig állunk egy háborúban, és a gazdasági helyzet és a kilátások egyre aggasztóbbak és rosszkedvűbbek. Ha nem tudja teljesíteni eredeti küldetését, akkor mi végre az Európai Unió? Ezt a kérdést írta fel az égre figyelmeztető ujjával a történelem ura, és ha nem találjuk meg rá a választ, akkor az olyan szép szokások és remek programok napjai, mint az Európa Kulturális Fővárosa is megvannak számlálva. Már júniusban az országgyűlés elé kerülhet az új életpálya törvénytervezete. Ebben olyan könnyítések szerepelnek, mint például az 50 napos szabadság, amely példátlan a munkaerőpiacon. Rétvári Bence államtitkár azt mondta, az egyik legfontosabb előrelépés, hogy a többletórákat el tudják majd számolni, így aki a kötelező 22 órán felül vállal munkát, az plusz pénzt kap. Ha valaki többet vállal, több órát tart, vagy innovatívabban oktatja a gyerekeket, jobban odafigyel a tehetséggondozásra, jobban odafigyel a leszakadóknak a segítésére, az nem egy pár ezer vagy pár tízezer forintos többletet jelent innentől kezdve az ő fizetésében, hanem a törvény hatályba lépése és a nagyfokú 75%-os béremelés után ez akár több százezer forintos többletet is jelenthet. Megújult a Magyar Nemzeti Bank Diák Safe mobil applikációja, amely már a valódi pénzkezelésre is lehetőséget ad a 8 és 14 év közötti fiatalok számára. Az alkalmazás 3 éve indult azzal a céllal, hogy játékosan adjon át fontos ismeretterjesztő tartalmakat az általános iskolásoknak. Pár kattintás és regisztrálhatunk is a Diák Safe alkalmazásba. A Magyar Nemzeti Bank és a Pénziránytű Alapítvány ezzel az applikációval kívánja erősíteni a 8 és 14 éves korosztály pénzügyi tudatosságát a digitális világban. Megújult verziója már valódi pénz kezelésére is képes. A mobil applikációnk egy komplex formában alkalmas arra, hogy a kvízek segítségével pénzügyi, digitalizációs és fenntarthatósági témájú ismeretekkel gazdagítsa a fiatalokat. Emellett pedig az ingyenesen letölthető digitális pénztárca formájában bevezetést nyújt a mobilbankolás világába is. Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a fiatalok pénzügyi tudatossága még mindig alacsony szinten áll, ezért nagyon fontos az edukáció. Látjuk azt, hogy ez egy öröklődő probléma, a szülők is pénzügyileg tudatlanok egy nagyon nagy arányba, ezt európai kutatások is bizonyítják, és hát ezért fontosak azok a kezdeményezések, amit a pénzügyi iránytű is elkezdett, és amit mi is elkezdtünk banki oldalon, fejlesztettünk külön Junior Next applikációt a fiataloknak.
7 éve képezik az alaptanterv részét a pénzügyi ismeretek. Ez azt jelenti, hogy az általános iskola harmadik osztályától egészen az érettségig tanulják a diákok. Azt látjuk, hogy az OECD átlagnak így megfelel a tudás, de ez nem elég. Tehát főleg az elsajátított tudásnak a gyakorlatba történő beépítésénél még vannak tennivalók, tehát van hova fejlődni. Ez pedig az is segíti, hogy a megújult DiákSafe mobil alkalmazásban a felhasználók már a digitális pénz használatát is kipróbálhatják, átutalhatnak bankszámlára, takarékoskodhatnak számukra fontos célok kijelölésével. Ma van a Nemzeti Emlékhelyek napja, a Nemzeti Örökség Intézete országos programsorozata a magyar történelemben és kultúrában kiemelt fontosságú helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet. Országszerte csaknem 50 helyszínen és 35 városban várják a látogatókat. A programok nagy része ingyenesen vagy kedvezményesen látogatható. A nyárias napok után újra itt az ősz, sokat hűlt a levegő, ha csak pár fokkal is, de alatta marad az ilyenkor szokásos átlagnak. A lehűlés sok helyen nagy mennyiségű csapadékkal érkezett, a déli tájakra emiatt mára is figyelmeztetést adtak ki. És sokkal jobbra nem is lehet számítani a folytatásban sem, csak nagyon lassú lesz a felmelegedés, addig pedig marad a hideg, szeles idő sok esővel, zivatarokkal, néhol akár jégesővel. A hevesebb zivatarok esetében ugyebár előfordulhat felhőszakadás, úgyhogy majd annak lesz köszönhető a nagyobb mennyiségű csapadék. Így előfordulhat, hogy rövid idő alatt nagyobb mennyiség is lezúdul, ez is nagyjából 20 mm-nek jósolható. Illetve lehet olyan heves zivatar, amit kísér kisméretű jég, valamint a zivatarok környezetében így átmenetileg megerősödhet a szél is. A szokottnál 2 héttel korábban lépnek életbe a hőség elleni intézkedések Spanyolországban. Június közepe és szeptember közepe között például megtiltják a szabadban végzett munkálatokat, ha a hőmérséklet meghaladja a 38 Celsius fokot. Spanyolországot hetek óta példátlan asszály sújtja, már 5 millió hektáron okozott károkat a vetésben. A tűző napon dolgoznak az útjavító munkások Madridban. A spanyol fővárosban csütörtökön a legmelegebb órákban 24 Celsius fokot mértek. Ez a hőmérséklet még alkalmas szabadtéri tevékenységre. Spanyolországban azonban egyre korábbiak és gyakoribbak a hőhullámok. A mérések 1961-es kezdete óta az idei volt a legmelegebb és legszárazabb április az ibériai országban. A spanyol kormány ezért most úgy döntött, az eddigi gyakorlattól eltérően 2 héttel korábban lépteti életbe a hőség elleni intézkedéseket. Ennek részeként a szélsőséges, több mint 38 Celsius fokot meghaladó hőség esetén tilos lesz például kültéri munkálatokat végezni. A korlátozás akkor lép életbe, ha az országos meteorológiai ügynökség narancssárga vagy piros riasztást ad ki, a magas hőmérséklet súlyos vagy rendkívüli veszélye miatt. A szabályozás többek között a mezőgazdasági tevékenységet, az építőipart, az útjavítást és az utcatakarítást érinti. Mindannyian emberek vagyunk, és azoknak nagyon nehéz lehet ilyen hőségben, akik az utcán dolgoznak, mondjuk egy építkezésen, mondta egy madridi férfi. A lépés része annak az intézkedéscsomagnak, amelyet a kormány csütörtökön hagyott jóvá, a Spanyolország egyes részeit jelenleg sújtó elhúzódó asszály enyhítésére. A madridi kabinet 2,19 milliárd eurót tervez költeni, többek között a nem hagyományos forrásból. Például újrahasznosításból származó vízkészletek megduplázására, illetve a gazdáknak nyújtott közvetlen támogatásokra, hogy mérsékelje a hosszantartó és egyre súlyosbodó szárazságot. Szeretnénk enyhíteni az asszály miatt a gazdáinkra nehezedő nyomást, különösen az energia, a takarmány és a műtrágya árának emelkedése miatt, mondta a mezőgazdasági miniszter. Az év első 4 hónapjában az átlagos csapadék mennyiségnek kevesebb, mint a fele esett Spanyolországban. Az idei szárazság már több mint 5 millió hektáron okozott visszafordíthatatlan veszteségeket a vízigényes gabonafélékben, például a búza és az árpa termésben, de megtizedelte az olajbogyóhozamot is, az ágazat is a cső célére került. Spanyolországban a mezőgazdasági területek mintegy 60%-át sújtja aszály. A szántók mellett a szárazság a gyümölcstermesztésre is kihat, a kiszáradt legelő kaszálók pedig az állattartást veszélyeztetik. Már több mint 200 000 hagyták el otthonukat az áradások miatt Szomáliában. Az ENSZ legfrissebb jelentése szerint a hetek óta tartó esőzések ennél is több embert érintenek. Sok helyen ugyanis nem csak az utcákat, hanem a termőföldeket is elöntötte a víz.
A gazdák helyzetét nehezíti, hogy az elmúlt 3 évben a korábbi szárazság miatt rossz volt a termés. Az ENSZ jelentése szerint Szomália 17 milliós lakosságának fele nem jut elegendő élelemhez. A humanitárius válságot pedig tetézi, hogy több vízútján terjedő betegség is megjelent a kelet-afrikai országban. Ez volt a Híradó reggel 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu weboldalon. Most jön a Nemzeti Sport Híradóval Környei Bence.